Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! A Sárvári Televízió Hírek 7-kor című közéleti magazin műsorának február 27-ei adását látják. Számos európai országhoz hasonlóan hazánkat is elérte a járvány harmadik hulláma. A kormány erre tekintettel március 15-éig változatlan formában fenntartja a koronavírus járvány miatt bevezetett korlátozásokat, mondta Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. Továbbra is hatályban maradnak tehát a maszkviselés, a kijárási tilalom, a közterületi magatartási szabályok, a csoportosulásra, gyülekezésre vonatkozó tilalmak, az üzleteket, szabadidős létesítményeket érintő korlátozások, valamint a rendezvénytartás szabályai. Orbán Viktor miniszterelnök pedig arról számolt be, hogy az operatív törzs péntek reggeli ülésén emelt szintű készültséget rendelt el a kórházakban, amelynek során a vezénylési listát is át kell tekinteni. Azt mondta, vissza kell hozni azt a készültségi fokot, amelyet áprilisban vagy novemberben alkalmaztak az intézményekben. Kérik, hogy aki még nem tette meg, az regisztráljon a védőoltásra a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon. Most pedig következzen képes tartalomjegyzékünk. A csónakázótónál lévő szabadidőparkban zajló fejlesztések újabb állomásukhoz érkeztek azzal, hogy készül az új, modern játszótér. A protestáns gályarab lelkészek emléknapja alkalmából a Sárvári Református templomban az evangélikus gyülekezettel közös istentiszteleten emlékeztek. Elkezdték a Sinopharm vakcinával az oltást a sárvári házi orvosok is, közben rendkívüli szünetet rendeltek el vármelléki óvoda Bocskai utcai telephelyén a járvány miatt. Közvéleménykutatást tart a sárvári önkormányzat, mivel a kertváros lakóitól megkeresés érkezett több utca egyirányosítása ügyében. A sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola szeretettel várja azokat a gyermekeket, akik a 2021-2022-es tanévben kezdik meg általános iskolai tanulmányaikat, a szülők március 16-áig adhatják le a jelentkezési lapot. Vasárnapi csendséták elnevezéssel közös kirándulásra hívja a helyieket a sárvári erdőjárók baráti köre. Megyei rangadóra készülnek a Bükk otthonában a tavaszi szezonban eddig remekül szereplő sárvári kézilabdás lányok. Behajózott az új játszótér a csónakázótóra. A szabadidőparkban zajló fejlesztések újabb állomásukhoz érkeztek azzal, hogy elkezdték az új, modern játszótér építését, amelynek központi eleme egy kalózhajó. Néhány héten belül a gyermekek már birtokba is vehetik az új parkot. A csónakázó tó körüli szabadidő parkban kerékpárút, futókör épül, megújult a kézilabdapálya, és új, impozáns játszótér is készül, mintegy 600 millió forintos kormányzati támogatásból. Február 23-án kezdték el a játszótéri eszközök telepítését. Játszóvár, kétüléses és háromüléses hinta, mérleghinta, rugós játék, egyensúlyozó tipegő, gumialagút, homokozó kerül a játszótérre, amelynek központi eleme egy világjáró hajó lesz. A játszóeszközök, amelyeket egy magyar cég tervezett, kivitelezett és telepített a csónakázó tó mellett kialakított területre, minőségi és biztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznek. Egészen közelről, tehát 100 kilométerre innen, Győr mellett építjük bezive ezeket a játékokat, és ezúton szeretnék köszönetet mondani az önkormányzatnak, polgármester úrnak és a döntéshozóknak, hogy mi építhetjük ezt a játszóteret, tekintettel arra, hogy a mi cégünk a beszállítókon keresztül egy 20-25 magyar család megélhetéséhez járul hozzá, vagy biztosítja, és ebben a nehéz koronavírusos helyzetben. Ezt mindenképpen ki kell emelni, hogy megköszönjük nekik, hogy mi végezhetjük itt ezt a munkát. Mit kell tudni ezekről az eszközökről? Mennyire biztonságosak, miből készülnek? Ezek minőségi alapanyagokból ragasztott hosszoldott boravi fenyő gerendákból, HDP-je, nagy szilárdságú műanyag elemekkel, üvegszálas csúszdákkal. Eznek a játszótérnek a biztonságosságát, a Tűvrejnagy Magyarország Kft.
ellenőre biztosítja, mert amikor ez elkészül, akkor készül róla egy felülvizsgálati jegyzőkönyv, amit törvények írnak elő, és akkor lehet használatba venni, amikor ez elkészül, és az bizonyítja, hogy mindenben megfelel a szabvány előírásainak, és biztonsággal használható. Még annyit kell elmondani, hogy a szabványos játszótéren is előfordulhat baleset, törés, zúzódás, agyrázkódás, de a mindennapi életben is. Ami viszont a legfontosabb, hogy maradandó károsodást okozó és halálos sérülést okozó baleset a szabványos játszótéren nem fordulhat elő. Február 25-én a játszótér legnagyobb eleme, egy világjáró hajó is megérkezett a parkba, amelyet a helyszínen tekintett meg dr. Kondora Bálint, a Vas megyei közgyűlés alelnöke és dr. Márti Vadar alpolgármester. Azt gondolom, hogy most nagyon látványos a történet, hiszen itt munkavégzés folyik, és hát mindenki által, vagy sokak által várt játszótérnek az építése zajlik. Ugye eddig csak a kerítést láthattuk, és egy lezárt területet, most már kezd megtöltődni valódi tartalommal, és ez az igazi élmény, ez az igazi érték. Úgy látom, hogy ez a helyi közvéleményt is nagyon-nagyon mozgásba hozta, és nagy érdeklődés van a téma iránt, és ez így van jól egyébként. Ez pontosan beleilleszkedik abba a szép történetbe, amelyet itt a csónakázó tó körül elterveztünk, és épp ahogy jöttem ide a helyszínre, akkor egy anyuka már meg is kérdezte, hogy akkor ugye a Kressz Parkot is felújítjuk majd, és én rögtön erre csak azt tudtam válaszolni, hogy igen, a következő lépés, tehát hogy lépésről lépésre rakjuk össze ezeket a kis feladatokat itt magunk előtt. A mostani, ezt pedig itt állunk mellette, és készül a hajó, készül a sárvári kincskereső. Remélem, hogy ez a sárvári gyerekeknek egy nagyon kedvelt célpontja lesz, hiszen Sárváron valóban nincsenek távolságok, tehát mindenki, aki Sárváron él, ez azt hiszem, hogy a Sárvári Szabadidőpark egyik nagyon szép és fontos helyszíne lehet, és hogyha jól belegondolunk, akkor lesz majd itt minden, lesz lehetőség a felnőtteknek, és itt pedig a kisgyerekeknek abszolút mértékben egy olyan kiváló természeti helyszín jön itt létre a gyógyhely közepén, amely meg fogja alapozni a következő évtizedek fejlődési ütemét, hiszen ez egy ilyen, talán ilyen origója lesz a sárvári szabadidős fejlesztéseknek, természetesen a fürdő mellett. Hogy áll a többi fejlesztés, hiszen zajlik a kerékpárút építése, a futókör, mire várható a befejezés, hogy állnak ezek? Hát én úgy látom, hogy a tavasz meghozza a további munkáknak a lehetőségét, ősszel ugye azért kellett megállni, mert a rossz idő, vagy a hideg idő ezt már nem engedte, de hát most újra itt vagyunk, kisütőben a nap, itt március elején lassan folytatjuk a munkákat, és májusig egyébként a tervek szerint el is készül minden, már úgy ért, hogy a futókörnek a véglegesítés, és egyáltalán ez a feladat, aztán utána remélem, hogy neki tudunk ugrani majd a következő feladatnak, és aztán azt egyáltalán, hogy a következő évek azok ilyen szorgos munkával tudnak majd telni. A sárvári önkormányzat a Vasmegyei önkormányzattal konzorciumi együttműködés keretében valósítja meg a csónakázó tó körüli területen zajló fejlesztéseket. Számtalan olyan projekt és beruházás van a megyébe, ahol a megyei önkormányzat tevőlegesen is részt vesz. Ez úgynevezett konzorciumi partnerség. Itt Sárváron is több ilyen beruházás zajlott az elmúlt években. Ez a turisztikai program, ez egy hosszú előéletet tudhat magáénak, hiszen nagyon-nagyon sok utánajárás, nagyon-nagyon sok lobby volt szükséges ahhoz, hogy ezt a bizonyos felhívást meg tudjuk nyitni, újra tudjuk nyitni, és a sárvári önkormányzat is sikerrel tudjon rápályázni. Ebben a megyei önkormányzat is tevőlegesen részt vett, és úgy gondoltuk a folyamatban, hogy ezt egy ilyen konzorciumi partnerséggel fogjuk továbbvinni. A munka dandárját természetesen itt a sárvári önkormányzat végzi el, a megyei önkormányzatnak technikai, tehát projektmenedzsment és különféle apróbb feladatai vannak. Talán ami egy jelentősebb, amit már korábban is említettem, hogy a marketing tevékenységet mi végezzük ebben a programban, hiszen ilyen része is van neki, és eszközbeszerzés is kapcsolódik hozzá. Elektromos rollereket és kerékpárokat fogunk beszerezni a sárvári TDM irodában, amit majd itt mögöttem látható kerékpár úton is lehet használni, és itt is ki lehet majd próbálni. Az engedélyeztetési eljárás után néhány hét múlva a gyerekek már birtokba is vehetik a város új játszóterét a csónakázó tó mellett. A játszótéren padokat, hulladékgyűjtőket is elhelyeznek, és ivókút is lesz.
A protestáns gálya rablelkészek emléknapja alkalmából a serveri református templomban az evangélikus gyülekezettel közös istentiszteleten emlékeztek, majd a Nádasdivár belső udvarán lévő emléktáblánál tartottak koszorúzást a várban egykor raboskodott prédikátorok emlékére. Idén a református templomban tartottak közös istentiszteletet a város evangélikus és református gyülekezetei. Szent Györgyi László református és Pető Attila evangélikus lelkész idézte fel, hogy a magyarországi ellenreformáció idején 1674 kora tavaszán több száz protestáns prédikátort idéztek a vészbíróság elé. Az ítéletek után több mint egy évet szenvedett a sárvári vár börtönében 8 evangélikus és 7 református lelkész. A közös ünnepi istentisztelet után az emlékezők a templomból átvonultak a Nádasdivárba, ahol az emléktáblánál folytatódott az ünnepség, és a két egyház képviselői, valamint Szabó Zoltán Sárvár alpolgármestere helyezett el koszorút. A gályarab lelkészek példája arra is tanít, a belső békességből erő meríthető a mai nehéz időkben is, hangsúlyozta Pető Attila evangélikus lelkész. Azt gondoljuk, hogy már egy felhőtlenebb időszakát éljük itt az emberiség történetének. Valójában, ahogy az igehirdetésben is erre igyekeztem kitérni, talán pont ezt kell megértenünk, akár a gályarabok, akár más történeti példák alapján, akik így a kereszténység történetében, mint tényleg példaképek kiemelhetőek, hogyha az a belső békesség, amely ott dolgozik az emberben, és az Istennel való közösség tényleg élő az ő számára, az a belső békesség ott van, akkor valójában ténylegesen minden nehézségen túl tud lépni az ember. Ez nem arról van szó, hogy nem válik érintetté. Nyilvánvalóan nagyon nehéz lenne a mostani nehézséget is csak úgy félretenni és lesöpörni az asztalról. De hogy ez a belső békesség, ez pontosan arról szól, hogy az ember az Istennel való közösségéből és a krisztusi hitből valóban erőt tud meríteni. És ez nem egy látszott dolog egyáltalán, amivel próbáljuk ellensúlyozni a nehézségeinket, ez egy valós belső béke, amelyből minden más is következik, tehát az összes vállalásunk, a világlátásunk, minden olyan vágyunk, álmunk, ami erre épül, az valójában képes talán meghaladni azokat a napi nehézségeket, amelyek most valóban a jelenben talán úgy tűnik, hogy jobban megterhelnek bennünket, de talán inkább arról van szó, hogy jobban látjuk ezeket, és látványosabb, sokkal erőteljesebb ez a fajta terhelés számunkra. A város nevében koszorút az emléktáblánál elhelyező Szabó Zoltán alpolgármester úgy fogalmazott, hogy Sárvár számára fontos a múlt emlékeinek az ápolása, amelyek példaként szolgálhatnak napjainkban is. A város számára nagyon fontos a múlt értékeinek a megőrzése. Ez a 15 lelkész, tanító, prédikátor, akikről ma megemlékeztünk, értékválsággal küzdő világunkban a hívő ember számára hitükben megerősíti, de talán a nem hívő embernek is megfelelő erkölcsi irányt mutatnak azzal, ahogy ők annak idején kiálltak saját meggyőződésükért, hitükért, még az életük árán is. Nekünk az a feladatunk az utókornak, hogy mint egy 3,5 évszázad távlatából ezt a történetet megismerjük, megismertessük, és a megfelelő erkölcsi alapokra építkezve alakítsuk saját mindennapjainkat. A Sárváról raboskodott, és közülük egy vértanú halált is halt protestáns prédikátorok emlékét 1993 óta emléktábla őrzi. A reformáció európai városában azonban széles körben történetük még megismerésre vár. Elkezdték a Sinopharm vakcinával az oltást a sárvári házi orvosok is. Közben a sárvári kórházban lévő két oltóponton Pfizer vakcinával oltották az időseket. A koronavírus járvány sajnos ismét felívelőben van Sárváron is. Rendkívüli szünetet rendeltek el a vármelléki óvoda Bocskai utcai telephelyén, és az MB1-es tekecsapatot is utolérte a járvány.
Számos európai országhoz hasonlóan hazánkat is elérte a járvány harmadik hulláma, és ez már Sárváron is érezhető. A sárvári vármelléki óvoda Bocskai utcai telephelyén rendelt el az oktatási hivatal rendkívüli szünetet a koronavírus megjelenésével kialakult veszélyhelyzet miatt, február 22-e és 26-a között. A gyerekek távollétében ozongenerátoros fertőtlenítést végeztek az intézményben. Dr. Márti Vadar és Szabó Zoltán alpolgármesterek is ott voltak az önkormányzat ozongenerátorának beüzemelésekor. Mint mondják, sajnos a koronavírus most is itt van köztünk, és mindenkinek fokozottan kell a járványügyi szabályok betartására figyelnie. Február elején a vármelléki óvoda központjában található buzavirágcsoport vonatkozásában rendeltek el koronavírus megjelenésével kialakult veszélyhelyzet miatt rendkívüli szünetet. Ugyancsak koronavírus fertőzések miatt a sárvári kinizsi kékgolyó teke csapat halasztani kényszerül versenyeit. Tudatták közösségi oldalukon. Pár nappal a legutóbbi mérkőzésük után a játékosok többsége lázra, fejfájásra, izomgyengeségre panaszkodott. Félelmük beigazolódott, több játékos koronavírus tesztje is pozitív lett. Mindenki esetében 10 napos karantént rendelt el a Népegészségügyi Intézet. Február utolsó hetében elkezdték a Sinopharm vakcinával az oltást a sárvári házi orvosok. 1060 adag kínai oltóanyagot kaptak a sárvári járásban. Volt olyan házi orvos, aki 100 adag, volt, aki 10 adag Sinopharmot kapott a praxisa nagyságától és a regisztráltak számától függően. A kínai oltóanyag 18 év felett korhatár nélkül adható, biztonságos és hatásos vakcina, és nagy előnye, hogy jelentős, erőteljes immunválaszt vált ki, mert a vírus teljes erőlt változatát tartalmazza, így jobban megmozgatja az immunrendszert, és nagy védelmet ad a koronavírus fertőzés súlyos lefolyása ellen. A Sinopharmból is 2 oltás szükséges, 28 napos különbséggel. A sárvári Szent László kórházban 2 oltópont működik, ahol az időseket oltják Pfizer vakcinával. Február 24-én 210 főt oltottak be a kórházban, február 25-én pedig a 3 hete először beoltottak közül a második adag oltására hívtak be 90 érintettet. Már 5 féle vakcinával oltanak hazánkban. A tömeges oltás Sárváron március 1. hetében folytatódik, amikor már nagyobb mennyiségű Sputnik V vakcina érkezését is várják. Közvéleménykutatást tart a sárvári önkormányzat, mivel a Kertváros lakóitól megkeresés érkezett több utca egyirányosítása ügyében. Ez a Kazinci és az Ungvár utcák közötti utcákat érinti a Nádasdy utcával bezárólag. Ha a lakosság több mint 50%-a támogatja, akkor lesz egyirányosítás, ha nem, akkor marad minden a régiben. Dr. Márti Vadar és Szabó Zoltán alpolgármesterek erről és a Kertvárost érintő egyéb kérdésekről is nyilatkoztak. A Kertváros utca szerkezete, amikor kialakult, itt még lovaskocsik jártak. Napjainkra óriásira nőtt a gépjárműpark, és teljesen megváltozott a forgalom dinamikája. A közlekedést azonban a meglévő épületek miatt csak forgalomtechnikai eszközökkel lehet szabályozni. Lakossági kezdeményezés érkezett az önkormányzathoz a Kazinci és az Ungvár utcák közötti utcákat érintő egyirányosítás ügyében a Nádasdy utcával bezárólag. A meglévő épületek miatt természetesen sok más lehetősége nincs az önkormányzatnak, mint forgalomtechnikai dolgokkal beavatkozni. Hogyha ezt egy lakossági kezdeményezéssel erősítik meg, akkor nem tehetünk mást, az a legdemokratikusabb, hogyha megkérdezzük az érintett utcák lakóit. Polgármester úr engem bízott meg, hogy az elkövetkező hetekben, hónapokban keressem fel az érintett utcákban lakókat, és kérjem ki a véleményüket. Nem egyenként, hanem háztartásonként mondjanak véleményt, hogy milyen nehéz egyébként válaszolni erre a kérdésre. Jól mutatja, hogy van olyan hely, ahol a háztartáson belül is nehezen tudnak dőlőre jutni, hogy melyik dolgot támogassák. Jó magam is itt lakom, és mérlegre teszi az ember az előnyeit, hátrányait. Nagyon nehéz, mert van, ami az egyirányosítás mellett szól, van, ami ellene, és ezért az a legjobb megoldás, hogy a lakók közvetlenül véleményt nyilváníthatnak. Itt a
pandémia annyira elhúzódott, hogy nem gondoltuk azt, hogy hónapokon keresztül figyelmen kívül kellene hagyni a lakossági véleményeket, úgyhogy a járványügyi szabályok szigorú betartásával felkeresem a háztartásokat, és akkor nyilatkozatra kérem az ott lakókat. Dr. Márti Vadar alpolgármester arról szólt, hogy az Ungvár utca mellett húzódott már a rendszerváltozás előtt is az ipari terület határa. A 90-es években a Flextronics tulajdonaként ipari parkán nőtte ki magát ez a rész. Amiről egyébként azt mondhatjuk, hogy egy nagyon helyes dolog, hiszen ha belegondolunk, akkor a mai modern világ az úgy működik, és egyébként egy város is úgy működik, hogy annak bevétele és kiadási oldalai valamilyen egyenleget adnak, és hogyha ez az egyenleg ez jó, akkor abból szépen tudunk előre menni, hogyha szerényebb, akkor pedig nem annyira gyorsan. Ezek a jól működő vállalkozások egyrészt munkaerőt jelentenek a városban, másrészt pedig természetesen a városnak adóbevételt. És ezek mentén kell egyébként lavírozni, azt gondolom, hogy a város vállalkozó közösségének is, azoknak is, akik egyébként a városban élnek, tehát a helyi vállalkozók és a multinacionális cégek, mint például a Flex és a körülötte lévő nagyobb gyárak, és az önkormányzat, aki meg persze egy koordináló szereppel próbálja ezt az egészet egyengetni. És azt is tudni kell, hogy a vállalkozások értelemszerűen adót fizetnek a városnak, amiből aztán mi tudunk épülni, szépülni, amiből szépülnek a tereink, amikből egyébként olyan értékes dolgok lesznek, amelyet a városlakók szeretnek, vagy szerethetnek. Dr. Márti Vadar alpolgármester a kertvárosi utcák egyirányosításáról zajló közvéleménykutatás kapcsán mindenkit arra kér, hogy nyugodtan és higgadtan közelítse meg a kertváros ügyeit. Azt látom, hogy a helyi ellenzék is elkezdett aktivizálódni, és különböző aláírásgyűjtésekkel ugye ők is próbálják ezt a... Azt gondolom, hogy egyébként, hogy egy békés, kertvárosi békés hangulatot hát mondjuk egy kicsit negatív irányba fordítani, de lehet, hogy nem is egy kicsit, és ettől én azért óvnám magunkat, egyrészt azért, mert a város nyugodt légköre, és ebbe beletartozik a kertváros, és ez évtizedek alatt egy nagyon szépen működő történet volt, és hát én abszolút nem vagyok annak híve, hogy ezt a békés kertvárosi szép milliót felromboljuk, és összeromboljuk. Persze lehet mindenről beszélgetni, ennek értelme és ideje is van. Ugye azt a kérdést feltenni, hogy az önkormányzat miben tud tenni a magánvállalkozások ellen, ez nem biztos, hogy mondjuk önkormányzati képviselőként így ebben a formában érdemes megtenni, mert akkor ugye magunk ellen dolgozunk. Mivel az Ungvár utca az ipari park és a lakóövezet határán van, ez folyamatos problémát jelent az itt élőknek, akik aláírásgyűjtése nyomán már 30-as táblák és fekvőrendőrök lassítják a forgalmat. Szabó Zoltán arról szólt, hogy az ipari parkkal folyamatosan egyeztet a városvezetés, és a lakosság kéréseit is továbbítják a Flex felé. Legutóbb a hét elején találkoztak. Most a Flex nem is várta meg az idei tárgyalásunkat, hanem saját maguk bemérették a zajt, és az értékek alapján saját maguk elkezdték már szervezni a zajvédőfal építését, tehát abszolút jogos a felvetés, amit már évek óta hangoztatunk. Jó hír az itt élőknek az is, hogy egyrészt a volt kenyérgyár területéről kiköltözött a Flex, így a tehergépjármű forgalom is jelentősen lecsökkent az Ungvár utcában, másrészt már tervezteti a Flex a lakosság által kért zajvédő falat is. A szemét problémát, amit az itt látható parkolók területén gondot okozott, azt már most sikerült megoldani, és ígéretet kaptunk rá, hogy ez nem egy rövid távú megoldás lesz, hanem hosszú távú. Aztán látható is mellettünk, hogy ez a külső parkoló, ez gyakorlatilag teljesen üres. Ez annak köszönhető, hogy az egyik része az ipari parknak önálló kinti parkolót nyitott az AVF, és itt azért a személygépkocsi terhelés az utcába jelentősen csökkent. Még jobb lenne persze, hogyha biztosítani lehetne a másik oldalról a parkoló megközelítését. Erre is folyamatosan presszionáljuk az ipari park üzemeit. Ígéret van rá, hogy megoldást próbálnak rá találni.
Sárvár alpolgármesterei végezetül felhívták a figyelmet arra, hogy ezekben a pandémiával sújtott időkben még fontosabb az önkormányzat számára a vállalkozások által fizetett iparűzési adó, hiszen ez teszi lehetővé többek között azt is, hogy a sárváriaknak ne kelljen kommunális adót, ingatlanadót fizetniük, és ingyenes legyen a városban a parkolás. Közeledik az iskolaválasztás időszaka, a szülőknek tavasszal dönteniük kell, melyik iskolába iratják az óvodából elballagó gyermeküket. A sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola szeretettel várja azokat a gyermekeket, akik a 2021-2022-es tanévben kezdik meg általános iskolai tanulmányaikat. A szülők március 16-áig adhatják le a jelentkezési lapokat. Két osztály indítását tervezi a 2021-2022-es tanévben a Szent László Katolikus Általános Iskola. A Szombathelyi Egyházmegye fenntartásában működő intézmény célja, hogy a keresztény szellemiség elmélyítése mellett a színvonalas nevelő és oktató munka is hangsúlyt kapjon. A beiskolázásról Ördög Tibor igazgató adott tájékoztatást. Mint ahogy minden évben, az idén is kettő első osztályt tervezünk indítani. A két osztályfőnök Martonfa Havi Mária és Barabásné András Erika, két kiváló pedagógus, nagyon nagy szakmai tudással rendelkeznek, szeretik a gyerekeket, tehát jó kezekbe kerülnek azok az óvodások, akik az ő kezeik alatt, szárnyaik alatt kezdik meg az első osztályt. Én úgy látom, hogy Sárváron mind a három iskola kiváló oktatást nyújt, amit mi plusz tudunk nyújtani a másik két iskolával szemben vagy fölött, az a hit. Tehát mi Jézus tanításai szerint szervezzük a hétköznapjainkat, a tanításunkat. Ez a mi erősségünk, amivel többet tudunk, plusz tudunk adni a gyerekeknek. A járványügyi helyzet miatt az idei tanévben az általános iskoláknak nem volt lehetőségük megtartani a nyílt napokat és elindítani a hagyományos iskolabejáró foglalkozásaikat. A katolikus iskolában is elmaradt a mocorgó foglalkozás, a személyes találkozás helyett digitális formában mutatkozik be az intézmény és a leendő első osztályos tanítóik. Nagyon fáj a szívünk, hogy a szülőket nem tudjuk beengedni, az óvodás szülőket is megmutatni, hogy milyen szép első-második évfolyamos tantermeink vannak, illetve terve van most ennek a régi épületnek is a felújítása, tehát ez is gyönyörű lesz majd, amint elkészül. Személyes találkozás hiányát két videóval próbáljuk enyhíteni. Az egyik az iskolánkat mutatja be, a régi és az új részét egyformán, hatalmas, gyönyörű szép udvarunkat, pályát, tornacsarnokot, illetve a másik a két kiváló tanítónéninket mutatja be. Ők elmondják, hogy hogyan gondolják a tanítást, mit szeretnének megvalósítani a gyerekekkel, és ezt hogyan fogják megvalósítani. A videók elérhetők az iskola honlapján, az iskola Facebook oldalán. Ugyanitt lehet a jelentkezési lapokat is letölteni, illetve a titkárságra telefonálva, ha kell, akkor e-mailbe kiküldjük, hogyha valakinek gondot okoz a letöltés, e-mailbe ki tudjuk küldeni, illetve hogyha valaki telefonon keresztül jelentkezik ebben a vírusos helyzetben, azt is természetesen elfogadjuk. Az igazgató emlékeztetett, 2019-ben fejeződött be az iskola nagy volumenű fejlesztése. A 4600 négyzetméteresre bővült új iskolaépületben egy közel 1000 négyzetméteres tornacsarnok, új öltözők, tantermek, szaktantermek, orvosi szoba, valamint tágas, kényelmes ebédlő áll a diákok rendelkezésére. A bővítést követően fejlődött az iskola tárgyi felszereltsége is, megújult a számítástechnikai géppark, modern felszereléssel látták el a szaktantermeket. A katolikus iskolába jelentkezőket tehetséggondozás, korrepetálás, szakkörök széles választéka várja. Az egyházi intézménybe március 16-áig lehet benyújtani a jelentkezési lapokat, a leendő elsős tanulókat március 26-áig értesíti ki az iskola, a beiratkozás április 15-én és 16-án lesz. Vasárnapi csendséták elnevezéssel közös kirándulásra hívja a helyieket a sárvári erdőjárók baráti köre. Az első találkozót február 21-én tartották. A szervezők egészen március 28-áig minden vasárnap 15 órára várják a Nádasdivár elé az érdeklődőket.
A Sárvári Erdőjárok baráti körének közösségi oldalán Mészáros Marianna szervező úgy fogalmaz, azok részvételére számítanak, akik szeretnék megtapasztalni a szavak nélküli természetjárás különleges hangulatát. A csendes séták ötletét a böjti időszak kezdete adta számára, mondta el a szervező. Arra gondoltam, hogy így a böjti időszak beköszöntével a természet éledésének az első pillanatától tapasztaljuk meg ezt a fajta újjászületést csendes séták során. Ez 6 vasárnap, egészen a 7. az már ugye a húsvét vasárnap, és azt gondoltam, hogy ilyenkor vasárnap délután 6 alkalommal elindulnánk közösen úgy sétálni, hogy csendben sétálunk. Bár ellentmondásosnak hangozhat, hogy olyan közös kirándulást hirdetnek, ahol a csendes szemlélődés az alap, ez korán sem az. A társak jelenléte biztonságot jelent a természetjárásban, miközben a csendben szemlélődés az egyént tölti fel. A figyelem koncentráció támogatása érdekében feladatokkal is készül a szervező minden alkalommal. Nekem nagy gyakorlatom van abban, hogy órákig egyedül sétáljak, de nem biztos, hogy másoknak ez így van. Úgyhogy azt gondoltam, hogy majd így szakaszosan először elmegyünk a Várparkba, és akkor ott, amikor majd elfordulunk a csónakázató felé, akkor egy kicsit megállunk. Igyekszem majd kicsit ilyen feladatszerűségeket is adni, hogy könnyebb legyen a figyelem koncentráció. A séták során olyan helyeken túráznak, ahol nincs maszk kötelezettség, és tartható a megfelelő távolság is egymástól, hangsúlyozta még Mészár. Marianna. Nem kértem elő regisztrációt, a sejtéseim majd meglátom, én azt gondolom, hogy erre a programra nem jönnek tömegek, mert ez azért nehéz. Egy átlagos túrázó nem így túrázik, ha csak nem egyedül megy a kéken mondjuk, úgyhogy meglátjuk. Távolságot nagyon könnyű tartani a természetben, és azok a helyek, ahol mi most megyünk, a Várpark csónakázató rába töltés, ott nincs maszkhordási kötelezettség, és szerintem az, hogy egymástól távol a jó kis egészséges levegőt belélegezzük, mert ezeknek a sétáknak az nagyon része, hogy figyelünk a légzésünkre, és így könnyebb lesz egy kicsit koncentrálni. Tehát szerintem abszolút megfelel mindenféle előírásnak. A vasárnapi csend séták sorozat tehát folytatódik. Március 28-áig minden vasárnap 15 órára várják a Nádasdi vár elé az érdeklődőket Sárvár és környékének bejárására a csendes tavaszi szemlélődés jegyében. Mi nem sztorikat gyártunk, hanem az új Dacia Sandero. Új Dacia Sandero. Pont elég tökéletes. Új Sandero 1,5 millió forint kezdőbefizetéssel, már akár napi 950 forinttól. Az Autó Baumgartner Kft. Várja a Renault és Dacia személygépkocsik iránt érdeklődőket. Az egységes Renault szabvány szerint megújult szalonunkban a legmodernebb technikai eszközök és felkészült értékesítési tanácsadók közreműködésével választhatja ki az ön számára leginkább megfelelő modellt. Amennyiben megtalálta álmai autóját, akkor helyben hitelügyintézéssel, biztosításkötéssel és minden új autóval kapcsolatos szolgáltatással állunk rendelkezésére. Szakértő kollégák segítségével minden modellünkhöz nagy választékban kínálunk tartozékokat, szezonális kiegészítőket. Szervizünkben a következő versenyképes szolgáltatásokkal várjuk. Renault és Dacia személy, valamint haszonjárművek garanciális és garancián túli javítása, időszakos karbantartása, gépjármű villamossági javítás, motordiagnosztika, karosszéria javítás, fényezés, kárfelvétel ügyintézés. Amíg ön a szervizben autójára várakozik, addig igényesen kialakított kávézónkban vendégül látjuk egy kávéra frissítőre.
Megyei rangadóra készülnek a Bükk otthonában a tavaszi szezonban eddig remekül szereplő sárvári kézilabdás lányok. A múlt hét végi Körmend elleni siker után továbbra is heti több edzést tart az MB2-es gárda. Csonka László, a Sárvárfürdő kinési kézilabda szakosztályának vezetője szerint a következő két mérkőzésen dől el, hogy a csoportban szereplő többi csapat milyen formában vészelte át a vírus okozta nehéz felkészülési helyzetet. A Sárvárfürdő kinizsi MB2-es női kézilabdázói a Körmendi DMT-e csapatát fogadták a Sárvár arénában február 20-án. Mivel a körmendiek november óta összesen 3 alkalommal tudtak teremben edzeni, ezért a mérkőzés összképe meglehetősen egyoldalúra sikeredett. A Sárvárfürdő kinizsi végigvezetve magabiztosan nyert 45-21 arányban. Csonka László, a sárvári kinizsi kézilabda szakosztályának vezetője értékelte a tavaszi szezon nyitányát. Úgy tűnik, hogy zökkenőmentesen folytatódik a szezon, legalábbis tavasszal. 2 forduló ment le a normál tavaszi szezonból, és minden mérkőzést, ha jól tudom, hiánytalanul lejátszottak. Mi is, és a többi csapat is, tehát nem maradtak el most a vírus miatt mérkőzések. A legutóbbi fordulóban mi hazai pályán játszottunk a Körmenddel. Hozzá kell tenni, hogy eredetileg a Körmend volt pályaválasztóként kiírva, hiszen ősszel is itt játszottunk velük, tehát most hozzájuk kellett volna menni. Viszont a Körmend csarnok problémákkal küzd, Isten igazából ők tavaly november óta nem tudnak bemenni a csarnokukba, mert az iskolai fenntartású és nem engedik be őket, ezért kellett ezt a mérkőzést Sárváról lejátszani. Hát az, hogy ők igazából nem is nagyon edzenek, tehát nagyon kevés edzést tudtak csak végrehajtani normál termi körülmények között, leginkább kocogással, saját konditeremmel, szabadtéri edzéssel készültek, hát ez meglátszott a mérkőzésen is, hiszen mind a felnőtt csapat, mind az ifjúsági csapatunk magabiztos győzelmet aratott, és a felnőtteknél azt kiemelném, hogy gyakorlatilag minden egészséges felnőtt kerettag pályára lépett és gólt is lőtt. Mi egyet tudunk, hogy a mi csapatunk tényleg heti 3 edzéssel, teljesen jó edzésmunkával, gyakorlatilag 2 hét téli szünet kivételével végigkészült. Jó meccseket játszottunk, de hogy ez mire lesz elég a tavasszal, ezt nem tudhatjuk, illetve nem tudjuk, hogy a többi csapat hogy áll, nem tudjuk, hogy milyen volt a többi csapat felkészülése. A Körmendet tudjuk, mert ővelük már játszottunk, de a többiekét nem igazából, tehát ez egy nagy kérdőjel itt a tavasz folyamán. Okosabbak leszünk nagyjából egy hónap múlva, vagy 3 hét múlva, mert 2 fontos rangadó vár ránk. Ugye azt szokták mondani az edzők, hogy mindig csak egy meccsel nézünk előre. Ezen a hétvégén megyei rivális Bükk otthonába látogatunk, és azon a mérkőzésen, ha nem is minden dől el, de azon a mérkőzésen, vagy abból a mérkőzésből már azért látni fogjuk, hogy hogy állunk a többi csapathoz képest. A Bükk után a pályán eddig veretlen Komárom csapatát fogadja hazai pályán a Sárvárfürdő kinizsi MB2-es női kézilabda csapata március 6-án 18 órától a Sárvár arénában zárt kapuk mögött. Csonka László szakosztályvezető végezetül elmondta, ez ellen a két csapat ellen elért teljesítményük majd megmutatja, hogy az eddigi győzelmeik mennyit érnek. Kedves nézőink, közéleti magazin műsorunk végén következzenek legfontosabb híreink, röviden. A csónakázótónál lévő szabadidőparkban zajló fejlesztések újabb állomásukhoz érkeztek azzal, hogy készül az új, modern játszótér. A protestáns gályarab lelkészek emléknapja alkalmából a sárvári református templomban az evangélikus gyülekezettel közös istentiszteleten emlékeztek. Elkezdték a Sinopharm vakcinával az oltást a sárvári házi orvosok is, közben rendkívüli szünetet rendeltek el vármelléki óvoda Bocskai utcai telephelyén a járvány miatt. Közvéleménykutatást tart a sárvári önkormányzat, mivel a kertváros lakóitól megkeresés érkezett több utca egyirányosítása ügyében. A sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola szeretettel várja azokat a gyermekeket, akik a 2021-2022-es tanévben kezdik meg általános iskolai tanulmányaikat, a szülők március 16-áig adhatják le a jelentkezési lapot. Vasárnapi csendsétát elnevezéssel közös kirándulásra hívja a helyieket a sárvári erdőjárók baráti köre. Megyei rangadóra készülnek a Bükk otthonában a tavaszi szezonban eddig remekül szereplő sárvári kézilabdás lányok. Kedves nézőink, Hírek 7-kor című műsorunk február 27-ei adását látták.
Új közéleti magazinnal március 6-án jelentkezünk majd. Kövessenek bennünket a Facebookon és YouTube-on is, viseljenek szájmaszkot, vigyázzanak egymásra, a viszontlátásra!